A Magyar Szocialista Munkáspárt nagygyűlésére a párt és a kormány vezetőivel, Rénész Gézával, Biszku Bélával, Apró Antallal, Marosán Györggyel és Horváth Imrével, Kis Károllyal és Kállai Gyulával az élen százezrek jöttek el a Hősök terére. Nagygyűlés kezdete előtt Kádár János, a kormány elnöke, hosszan beszélgetett a régi ismerősökkel, és azokkal, akikkel itt ismerkedett meg. És a környező utcák megteltek. Kádár János, a nagygyűlés szónoka az MLV-re lépett. Munkások, elvtársak, budapesti dolgozók, miben van a különös jelentősége a mai magyar május 1-ének népünk számára, és nyugodtan mondhatjuk nemzetközileg is. Abban, hogy ezen a napon az októberi ellenforradalmi támadás fölött a munkásosztály nemzetközi segítségével döntő győzelmet aratott magyar dolgozó nép ünnepli szabadon május 1-jét a proletár nemzetköziség ünnepli. Mai május 1-je ünnepünkön messze hangtóan hirdetjük, és ezt hallja meg barát és ellenség egyaránt, hogy népünk begyógyítja az ellenforradalom által okozott sebeket, és eltökélt szándéka, hogy magyar földön, amelyet annyi munkás és paraszt nemzedék vére és verejtéke öntödött, és amelyen a bitankúri rend 12 évvel ezelőtt csak homokat hagyott örökül a népnek, felépítjük szabad, független, szocialista hazánkat, a szocialista Magyarországot. Az októberi események után erre a május elsőjénkre minden oldalról figyelnek, barátok is, ellenségek is. Azt hiszem, hogy ez a május elsője örömmel fogja eltölteni barátainkat, keserűséggel ellenségeinket. Azt hiszem, nem tévedünk, ha megállapítjuk, hogy ez a nap új lendületet ad belső fejlődésünknek, és hozzájárul a proletár nemzetköziség zászlaja alatt tömörült népek és a nemzetközi munkásmozgalom együttes erejének növeléséhez is. Fel, elvtársak, az új munkára, új harcra, új feladatokra, és győzni fog igaz ügyük! Thank you.